Sziasztok, köszöntelek titeket ismét a Tiszáról. Amint azt láthatjátok, a háttérben már nagyon erősen hullanak a falevelek, sárgulnak és hullanak a falevelek. Nagyon benne vagyunk az őszben, november 4-e van. Mi egyébként tegnap jöttünk haza Olaszországból, ahol egy nagyon jó túrán vettünk részt Vas Pisti barátommal. Ugye Engemeyer Tibor hívott meg minket a Delta Po Fishing jóvoltából, mehettünk ki 4 nap, 4 éjszaka. Nem volt sok idő, sőt nagyon kevés volt ez az idő, de egy nagyon jót pecáztunk és kihoztuk belőle a maximumot. Ebből majd láthattok egy videót, de most nem ez fog most következni, hanem megígértem, hogy be fogom nektek mutatni azokat a vertikális wobblereket, amivel én nagyon szeretek emelgetni a Tiszán és a Bodrogon. És hát ezt szeretném most, ezt az ígéretemet betartani, és bemutatom nektek ezeket a csalikat. Előjáróban azt gyorsan el szeretném mondani, mert a legtöbbször ezt a kérdést kapom meg, hogy mekkora wobblereket használok és milyen súlyúakat. Hát ez olyan dolog, mintha egy pergetőhorgásztól azt kérdeznétek, hogy mekkora jigfejeket használok. Tehát ez nyilván ez nagyon sok mindentől függ, ez függ a vízhozamtól, a apada folyó, árda folyó, milyen gyorsan folyik, milyen mély vízen horgászol, nem mindegy, hogy 5 méteren, vagy 15 méteren, vagy 20 méter mélyen. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, erre nagyon nehéz jó választ adni, ugyanez a helyzet a jigfejekkel kapcsolatban is egyébként. De azt lehet mondani, hogy amiket én most be fogok mutatni csalikat, ezeket a vertikális wobblereket, ezek 30-40 g-tól terjednek egészen, van nekem mindenféle 50, 60, 70, 80, 90, és egészen 100-120 g-ig használok, ennél nagyobbat nem. Általában a Tiszán az átlag vízmélységnél 8-10-15 méter körüli vízmélységekben ez a 60-70-80 g-os csalik általában elegek. Nyilván kivétel ez alól mondjuk egy tavaszi vízállás, amikor nagy a vízhozam és gyorsabb a folyó, akkor akár 100 g fölé is kell menni. Sőt, még néha a 100-120 g-os csali is kevés, ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy nagy fireball olmot használunk, tehát akár 200 g-osat, 180-200 g-os fireball olmot, ilyet gyorsan tudok is mutatni egyet. Ugye erről beszélek, erről a golyóról. Tehát 180-200 g-os fireball olmok, vagy pedig jigfejek, és akkor gumihal. Tehát amikor már egyszerűen ezeket a 100 g-os wobblereket nem tudjuk lentartani, akkor hatalmas nagy fireballokkal vagy jigfejekkel kell horgászni, és akkor gumihalat emelgetni. Na de vágjunk is bele! Kezdeném egyből a vertikális wobblerek bemutatását azzal a csalival, ami talán a legkézenfekvőbb, hiszen a legtöbben ismerik és a legtöbben használják, és eredménnyel nem véletlenül, mert hogy nagyon eredményes, ez pedig ugye a Sebil Fletched. Abból is, hát leginkább a Tiszára, ami bevált nekünk, az a 96XH nevezetű. Ugye ez azt jelenti az XH, hogy extra heavy, tehát az extra nehéz változat. Ezek is egyébként 60-70 g körül vannak, tehát mondtam is az előbb nektek, hogy általában ez a 60-70-80 g-os csali az, ami működik. Hát a legtöbb és a normál vízállásnál ezek a Sebil Fletchedek alkalmasak tiszai vertikális horgászatra, emelgetésre. Nagyon ütött kopottak, látszik, hogy már megjárták a halak útját, de hát ezek erre valók. Egyébként az eredeti Sebil, ezek még az eredeti Sebil Fletchedek. Ugye ezt már nem gyártják, viszont azt hiszem, hogy a Berkeley vette át a gyártásukat, és ugyanazzal a gyártósorlag, ugyanazzal a technikával készülnek, tehát gyakorlatilag gondolom ugyanazok a csalik, viszont ezek még az eredeti Fletchedek. Azt lehet róluk elmondani, hogy ez a 96-os, ez egy tökéletes falat a harcsának, látjátok is, hogy nem túl nagy, nem túl kicsi, és hogy kicsit csörög is. Nincs erős csörgése, már amikor bemutattam nektek azokat a wobblereket, amivel partot dobok harcsára, ott is mondtam, hogy én szeretem a csörgős csalikat. Vertikális wobblernél is szeretem a csörgős csalikat. Ebben az a jó, hogy nincs túl erős csörgése, inkább csak olyan kotyogása van, kattogása van. Tehát nem egy túl riasztó, még akkor sem, hogyha elég határozottakat emelünk bele. Aztán a következő csali típus azok a glavinyarák. A glavinyere az tulajdonképpen
ilyen puha plastik anyaggal bevont halacska, súlyozott halacska, ólomhalaknak is szokták mondani. Vannak ezek a hagyományos formák, amik itt vannak a kezembe. Nem tudom, látszik-e, remélem látszik. Hát tulajdonképpen ezek a legegyszerűbb dolgok, amivel lehet emelgetni, ezért sokan úgy vannak vele, hogy ezzel halat fogni. De egyébként nagyon fogós dolog. Valószínűleg ahhoz is köze van, hogy ugye ez a test, ez be van vonva ezzel a puha plastik anyaggal, tehát nincs az, hogy mondjuk egy harcsa számára bármi riasztó lehet. Tehát ugye most már a modern harcsa halogászatban tudjuk, hogy mindent bevonnak. Ugye antistatikus, mindenféle bevonat horgokat bevonnak, csalikat, kutyogató olmokat, tehát nem véletlenül. Ugye ezek a csalik eleve ilyen színűbb plastikkal vannak bevonva, ez már egy plusz. Ők nem csörögnek, viszont nagyon, nagyon jó burványokat keltenek a víz alatt, ahogy emelgetjük, és ugye felugrik. Hagyjuk, felemeljük hirtelen, hagyjuk visszatenni, felemeljük hirtelen, hagyjuk visszatenni, és nagyon szép burványokat keltenek, nagyon jók. Én nagyon szeretem őket. Nem véletlenül van belőle nekem nagyon sokféle méret, és nagyon sokféle változat is. Van ilyen pici is. A kisebbeket egyébként nyugodt lehet látni a méretet, hogy azért a nagyobb változat, azok nyilván harcsára valók. Ezeket a kisebbeket pedig nyugodtan lehet húzni akár süllőre, kősüllőre is. Meglepően jó eredményeket lehet néha elérni velük. És ugye mutattam ezeket a hagyományos formákat. Van egy még jellegzetes forma, ez is szintén glavinjara. Hát rendesen úgy néz ki, mint egy halacska. Ennek az a különlegessége, ez is nagyon jó, én nagyon szeretem használni. Az a különlegessége, hogy a farkát azt lehet hajtani. Tehát a hajtogatható, úgy értem, hogy meg lehet hajlítani fölfelé és lefelé is. És ez alapján változik a veretésének az intenzitása is. Hát ezzel lehet kísérletezni, hogyha az ember erre ráérez, és rájön, hogy úgy, hogy vered, hogy felfelé áll neki, felfelé van hajlítva a farokúszója, vagy lefelé van hajlítva, hogy mi a különbség a kettő között, akkor nagyon jó dolgokra lehet rájönni. Hiszen néha nyilván az válik be a harcsára, hogyha intenzívebben veret a vabler, néha pedig az válik be, hogyha éppen nem vereti túl magát, és nem csinál túl nagy, nem kell túl nagy rezonanciát. Aztán van itt például Monster Cat nevezetű csali. Azért, hogyha megnézzük ennek a csalinak is a kidolgozását és az alakját, akkor egyértelműen hajaz a Sabine Fletcherre, még itt a tényleg ezek a kidolgozott részletek is, itt a kopoltyú fedés, a többi azért pont ugyanúgy néz ki, mint egy Fletcher. Tehát ez is egy ilyen Fletcher kópia, amivel nincsen semmi baj nyilván. Tehát ugye Monster Cat is megcsinálta a saját verzióját, abszolút jól működő csalik. Itt is látszik az, hogy a háta az ugye kicsit véknyabb, nem tudom, látjátok, remélem igen, hogy a csalinak a háta az véknyabb, viszont a hasa meg jóval vastagabb. Ez garantálja nekünk azt, hogy mikor megrántjuk és szépen veret a wobbler, nem csak akkor fog emelésbe fog szépen működni, amikor tesszük lefelé lassan, akkor is fog egy kicsit imbolyogni. Ez azért van, mert a hasa itt meg van szélesítve, széles, háta pedig vékonyabb, és ezért lefelé hullóban is szépen mozog. Aztán vannak nekem itt még ilyen érdekességek, használom néha, főleg nyáron, amikor nagyon agresszív a harcsa. Most nincs nálam egy cset, de a Rapalának a Clackin Rap és a Ripin Rap csalijait. Beállt vízállásnál, amikor nem kell nagy súly, akkor azokat is szoktam emelgetni, szépen kopog, zörög, csörög, szereti a harcsa. Valamint van még itt ez a Lurfenz Double Kill DK7-es, ez 28 g, ez egy nagyon könnyű csali, csak sekély vízen tudjuk alkalmazni, viszont ez is abszolút alkalmas vertikális emelgetésre. Ami az érdekessége, ugye nagyon szép ilyen naphal alakja van, ami az érdekessége, hogy két helyen is meg lehet akasztani, nyilván más lesz a veretése, hogyha jobban a hátához akasztjuk, akkor sokkal intenzívebben fog veretni, ha itt a feje felől, akkor egy kicsit kevésbé. Valamint nyilván ez azért van így, mert ezt a csalit arra tervezték, hogy dobálni, tehát kidobálva horgászni, és ott is nem mindegy, hogy hova akasztja az ember, hogy mennyire bukik meg a csali, és mennyire veret.
És itt is megfigyelhető az, hogy a hátéle az abszolút vékony, a hasa pedig jó vastag, tehát ez is szépen megemelésre szépen fog veretni, és hullásra is fog. Ez viszont nagyon zörög. Tehát iszonyat zörög. Nyilván ezt nem mindig fogja favorizálni, vagy preferálni a harcsa, ami olyan periódus van, amikor kicsit passzívabbak, kicsit ijedősebbek, óvatosabbak, akkor egy ennyire zörgős csalival nyilván elzavarjuk, kizavarjuk őket magunk alól, ahogy kell, annak rendje módja szerint. De van, amikor jól reagál ezekre a nagyon hiper-szuper csörgős dolgokra is. Így van, és akkor a következő kategória, azok pedig már a pardobálós wobblereknél is bemutattam a macukuri wobblereket, hogy ott miket használok. Na most Otto gyárt vertikális wobblereket is, íme, ő egy macukuri modell. Ezen aztán lehet látni teljesen egyedi alak és egyedi tervezés. Nem próbál semmilyen másik csalit utánozni. És nagyon jól működik. Szintén igaz rá az, hogy hogyha itt szembe belenéztek, láthatjátok, hogy a hasa szépen ki van szélesítve, a hátavonala pedig vékonyabb. Ez egy 75 gram, most rá is mérve a hasára, hogy 75 gram. Tiszár abszolút ideális. Szintén megjárta már a hadak útját, már fogott egy-két harcsát, sőt csukát is nekem a bodrogom. Ebből is van egyébként többféle méret és nyilván többféle szín. Szeretem még ezt a macupurinak ezt a nagyon elegáns kis citromsárga színét, valamint ebből is vannak kisebbek is, kisebb verzió, sőt még ennél kisebb verzióm is van. Ezek nem csak harcsára alkalmazhatóak, amikor a kisebb táplálékot eszi, hanem szintén, ahogy mondtam, a gavinja esetében is nyugodtan lehet dobni kősüllőre, süllőre is. Még nekem van ennél kisebb változat is, kősüllő imádja. Nagyon imádja. Hát ezek finoman, szintén ugyanaz, mint amit a Fletchernél is elmondtunk, hogy elég finoman csörög, ez a kisebbik verzió. Remélem, hogy hallani, tehát nagyon finom csörgése van, összesen hasonlítható mondjuk a Lurfenz Double Kill-lel. Azt ugye tudjuk a harcsáról, hogy időszakonként rááll egy adott táplálékra, és akkor csak azt fogyasztja. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha más nem is hajlandó lenne megenni. Ez ugye nyáron, amikor nagyon meleg a víz, oxigén hiányos, akkor pusztul a kagyló, akkor a kagyló teszi. Ősszel, ahogy lehűl a víz egy adott hőfok alá, akkor elkezdi zabálni a halat. És hát tavasszal van egy olyan periódus, amikor előszeretettel fogyaszt rákokat. Ezt nekünk érdemes tudni és érdemes figyelembe venni. Ilyenkor rák imitációkkal horgászni. Ez egy macupuri rák. Tehát maradtunk még a macupuri wobblereknél. Amint láthatjátok, hogy a szintén ugye a hátán megakasztható, tehát abszolút vertikális jellegű csali. Van neki két csápocskája, ami szépen kalapál. Van egy terelőlemeze is, ami ugye tompítja a mozgását, hogy ezt ugye emeli az ember, szép burványokat kelt a víz alatt. Nagyon szépen kidolgozott kis rák wobbler. Kicsit fedezékbe kellett jönnöm, mert annyira feltámadt a szél, hogy féltem, hogy nagyon bele fog fújni a kamerába, és nem fogjátok hallani a hangomat. No, elérkeztünk egy olyan csalihoz, aminek merőben eltérő az alakja. Az előzőekben bemutatott csalikhoz képest sokkal másabb a formája. Az eredeti csali, ő Seville Vibrato névren volt forgalomban, azt hiszem, hogy már őt sem gyártják. Onnan lehet tudni, hogy eredeti, hogy neki is, mint a Seville Fletcherekben, ugye a szemében benne van ez a Seville logó. Egyébként ő nem is az én csalim, hanem a kedves barátomé Pistié. Szerint neki még van egy ilyen elfekvőben, egy ilyen eredeti Seville vibrátója. Tehát ez a forma az, ami nagyon, nagyon, nagyon jól tud működni harcsára. Ami megfigyelhető itt, hogy ugye szintén ugye a háta közepén beakasztott, tehát abszolút alkalmas vertikális dzsigelésre. A háta nagyon vékony, a hasa pedig szintén kis duci. Tehát azt fogja nekünk garantálni, hogy amikor elemeljük, akkor szépen veret, és ahogy elengedjük, akkor is szépen így fog billegve menni lefelé, amit imád a harcsa. Tehát ez ennél jobb szerintem nem is kell, nagyon-nagyon jó mozgása van.
emelésre is szépen vehet, és hogyha jó ütembe tesszük, persze el kell találni az ütemet, tehát nem lehet se gyorsan leengedni, se nagyon lassan leengedni, el kell találni azt az ütemet, ahogy érezni fogjuk a boton, hogy mikor dolgozik szépen lefelé is a csali, de ha eltaláljuk azt a leengedésnek azt az ütemét, akkor nagyon szépen imbolyogva megy lefelé, és nagyon-nagyon szereti a harcsa. Azért kezdtem ezzel, mert ez volt ugye az eredeti, az originál változat, de azóta már sokan lemásolták ezt a csalit, mint például ez a ZT Vibrocat nevezetű, ami egyébként szintén nagyon jó, abszolút tudja ugyanazt, amit a Sebil Vibrato tudott, ugyanaz az alak, ugyanaz a forma, hátán nagyon vékony hasa, pedig ugye vastagabb, szintén ejtésben is nagyon szépen imbolyognak lefelé. Ebből is van többféle szín, többféle méret, használok kisebbeket, nagyobbakat. Nyilván a kisebbeket, az ilyen 40-50 grammosakat, azokat a sekélyebb vizen, lassabban folyó vizen, például Bodrogra nagyon ideális, a nehezebbek, a 70 grammosak, azok pedig inkább a Tiszára valók. És ugyanez a forma, maradunk ennél a formánál, egyébként megcsinált ezt már a Metcat is, a Metcatnek is ugye a Vibratix nevezeti csali az ugyanezt a formát másolja. De amit én most mutatok nektek, ez nem a Metcat. Nekem a Metcat annyira nem vált be, nem tudom, valamilyen nem tetszik a mozgása. De viszont ami nagyon jó szerintem, az a Zec. Ez a Zec-nek a... Hát talán úgy hívja a Zec, hogy Zec Vertical Jig, vagy valami ilyesmire van, tehát semmi extra. Zec Vertical Jig. Ugyanaz az alak. Ebből van ilyen igazán nagy is. Ez a változat, ez 140 grammos. 140 grammos, és ugye jóval hosszabb is, mint a másik. Tehát is, itt is van kisebb és nagyobb verzió. De ugyanazt tudja egyébként, mint a ZT Vibrocat, vagy a Sebil Vibrato. Tehát ugye emelésre is szépen veret, és hogyha jól lehet az ütemet az ember, akkor lefelé is így imbolyogva jön. Nagyon jó. Ez a kisebb, ez például 55 grammos. Szintén ideális választás lehet például a kisebb folyókra, vagy azokra a helyekre, ahol nem folyik annyira a víz, például a Bodrogra, vagy a Tiszán a kisebb vízmélységekre, 5-6 méter mélységekre, ahol nem kell nagy csalikat használni. A nagy ágyuk, ezek a 140 grammosak, ez például, ez meg már mehet a 10 méternél mélyebb vizekre. Itt a Tiszán megdöbbenve írtak egy-két ember a videóimmal, amikor látják a radaron, hogy 18 méternek 22 méter, a Tiszán vannak ilyen vízmélységek, hogy 20 méternél mélyebb a víz. Nyilván, hogyha folyik is egy kicsit, vagy mondjuk van egy szél, ami megtolja a csónakot, akkor elképesztő sebességgel tud tolni minket a felszínen, de a csalink, azt szeretnénk, hogy a csalink az nagyjából a csónak alatt maradna. Ezek azok a körülmények, amikor nem horgászhatunk túl kis súlyú csalival, mert nem fogunk tudni vertikálisan horgászni magunk alatt, holott pont ez lenne a lényeg az egésznek, hogy lássuk ugye a szonáron, lássuk a szonárnak a kijelzőjén, a képernyőn, hogy mit csinálunk, hol a csali, hol van a harcsa, hogy emeljük elő, stb. Ha fúj a szél, gyorsabban tol minket egy kicsit, egy kisebb súlyú csalit nem tudunk magunk alatt tartani egyszerűen, hiszen leengedjük az aljára, mondjuk leengedünk egy 40-50 grammos csalit, megtol a szél a víz tetején, eltol minket, de a csalink az ott marad, és így ilyenkor van az, hogy így áll a zsinorunk, és tök messzen tőlünk a wobbler, nyilván az így nem jó, tehát nem látjuk ugye a szonár képernyőjén se, nem is tudjuk vertikálisan, normálisan mozgatni, nem tudunk vele pontosan horgászni, ezért van az, hogy nagyon sokféle súly és méret létezik, és ezért van az, hogy ennyiféle csali van, nem is annyira. Nyilván a színekben annyira nem kell elveszni szerintem, én is általában ezeket az alapszíneket használom, a fehér, zöld, narancssárga, szerintem ezt láttátok is, hogy én nagyon szeretem a fehéret és a narancssárgát. Viszont mindenféleképpen érdemes olyan többféle súlyú csalit felkészülni, közben jön egy hajó, ez mindjárt itt el fog menni mellettem, addig nem fogtok hallani. Szóval most, hogy elment a vízimentő, nagyon sietett valahová, szóval hogy azért van ilyen nagyon sokféle csali, nem azért, mert annyira nyilván én mondjuk beteg is vagyok egy kicsit ilyen szempontból, hogy szeretek mindent kipróbálni és mindent megpróbálni, hogy szeretem kipróbálni az új dolgokat, szeretem tesztelni őket, szeretek többféle csalival horgászni, de nem emiatt van egyébként sok csali, hanem leginkább azért, hogy mindenféle méretből legyen és többféle súlyú csali legyen, hiszen ahogy mondtam is, vannak szituációk, amikor
a kisebb súlyú, 30-40 grammos kell, valamikor meg 100-120, vagy még az sem elég, és sokkal nagyobb súlyú csalit kell használni, ezért kell ennyiféle csali. Hát a színek, az pedig ugye, ahogy mondtam is, én a fehér, zöld, narancssárga színekre esküszök, ezt láthattátok is, hogy nagyon sok narancssárga csalim van, nagyon sok fehér csalim van, ezek nekem bejöttek, én ezeket szeretem. Szóval ez lehet, hogy csak egy rossz beidegződés, ez csak az én fejemben létezik, hogy ezek a színek működnek, de én ezeket szeretem, úgyhogy ezeket használom. Úgyhogy nagyjából ennyit a vertikális csalikról. Azt azért megmutatom, hogy mivel szoktam én emelgetni, bár azt az előző videóban is már megmutattam. Ez a Dragon Extreme HD 200S, ez a tiszára bőven elég, általában ezt szoktam használni. 25-ös Dragon Fishmaker V2 zsinórral, valamint egy Ryobi TT Power orsóval. Ez most egyébként egy nagy orsó, ez a nagyobbik Ryobi TT Power-öm. Ennél van egy kisebb is nekem, ő 6000-es, de egyébként az 5000-est is szoktam használni. És akkor ugye mi van akkor, hogyha ezek a 100-120-140 grammos csalik sem elegek, na akkor jön az, hogy egy nagyon nagy jigget kell elővenni, vagy egy nagy fireball szerkút, és akkor arra ráadni egy gumihalat, hiszen ugye jigekből most már, meg ezekből a fireball olmokból is gyártanak most már 180-200 grammosakat is, tehát gyakorlatilag ezt a szituációt is meg tudjuk oldani. Hogy milyen gumihalakat emelgetünk, gyakorlatilag bármilyen gumihalat emelgethetünk, aminek, ha kipróbáljuk a csónak mellett, és látjuk, hogy jó mozgása van, lassú leengedésnél is szépen mozog. Tehát igazából ennyi a nyitja az egésznek. Ahogy mondtam is, hogy én szoktam tavasszal rák imitációkat használni. Én használom a Foxnak ezt a óriás rákját, egyébként az is van most itt nekem az egyik Fireball cuccon felrakva. Valamint szoktam használni ezeket a nagy méretű dupla farkú twistereket, tehát ez brutális nagy csaj, láthatjátok, nekem egy elég nagy kezem van, de végér a tenyeremem. Tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy 20 cm-es vagy 20 cm-nál nagyobb csalik. Ezeket is nagyon szeretem. A Lucky Johnnak a Kubira plastikjait is nagyon szeretem. Bár ő egyébként húzásra, amikor húzza az ember, akkor csinálja ezt a nagyon szép csábító mozgását, de abszolút alkalmas vertikális horgászatra is. Idén fogtam is fel nagyon szép harcsát már. Valamint a Black Catnek vannak ilyen gumihalai, ez a nagyon bordázott testű. Ebből van paddle tail változat is, tehát korongfarkú. Valamint van ugyanaz a bordás testű gumihal, viszont ezzel a twister farokkal. Mindkettő alkalmas vertikális horgászat, mivel láthatjátok is, hogy nagyon lágy. Tehát iszonyat lágy a csali, nem tudom, hogy érzékeltessem. Tehát ez, hogyha szép lassan teszi le az ember, ez lefelé ejtésben is nagyon szépen tud mozogni. Én egyébként jobban szeretem ezt a twister farkut. Nagyon lágy, nagyon óvatos kis mozgatásokkal lehet mozgatni, és nagyon szépen mozog, imádják a halak egyébként. Valamint, hát nyilván bármilyen ilyen nagyobb gumihal, ahogy mondtam is 15-20 vagy akár 25 centis gumihalak tökéletesen alkalmasak erre a horgászatra. Például ez a Dragon Lunatic, ezt is szoktuk emelgetni. És hát úgy nagyjából ennyi a vertikális csalik bemutatása. Egyébként ezek a nagyobb twister farkú gumihalakkal arra kell figyelni nagyon, hogy ha belerakunk mondjuk egy 80-100 g-os fejet, amin van mondjuk egy 8-0-as, 10-0-as horog, és mondjuk idáig beér a horog, arra kell figyelni, hogy nem szabad túl, egyébként sem kell gyorsan leejteni. Tehát mikor megemel az ember a vertikális horgászatnál, az lehet egy picit lendületesebb, de lefelé szép lassan kell tenni, és ezeknél a nagyobb farkú twistereknél ez egyébként is nagyon fontos, mert hogyha túl gyorsan tesszük le, akkor az történik, hogy ez a nagyon, nagyon lágy és nagyon vékony, könnyű farok túl gyors leejtésnél visszaakad a horogra. Beleakad a horogba, és akkor utána órákig emelgethetünk úgy, hogy gyakorlatilag össze van akadva az egész, és semmi értelme nincs. Tehát lassan kell, nagyon, nagyon óvatosan lassan visszatenni, hogy ahogy megemeljük és elkezdjük sűjeszteni, akkor ez a farok, ez ne essen vissza rá a horogra, hanem szépen lassan csábítóan menjen lefelé.
erre oda kell figyelni, mert hogyha rángatjuk meg, hirtelen tesszük vissza, akkor nyilván visszaakad a farok a horokba, és akkor semmi értelme nincs. Egyébként a korongfarkú gumihalba is bele tud ugyanígy akadni. Amikor ezt pont nem egy korongfarkon, amit megfogtam. Ennél is előfordul, tehát hogyha túl gyorsan teszi az ember vissza, mivel annyira lágy a plasztik, meg ez a bordázott test, és szépen ugye kalimpál, de hogyha túl gyorsan zuhan, akkor visszacsapódik a korongfarok, beleakad a horokba, és akkor megint, hogyha úgy emelgetünk, akkor nem sok értelme van, hiszen nem mozog a farok, és nem kelti fel a harcsa érdeklődését. No, hát ennyit. Ezek voltak az én kedvenc vertikális csaliaim, vertikális wobblerek és gumihalak. Hogyha tetszett ez az adás is, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy nehogy lemaradjatok a következő adásokra, és ami a következő adás az ország az olasz túra lesz, úgyhogy már nagyon kíváncsi leszek rá, hogy sikerül összevágnom a történetet, és egy nagyon jó kis anyag szülessen belőle, majd kövessetek, és akkor figyeljétek, hogy mikor kerül publikussá ez a film. Megtaláltok Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol is ott vagyok, úgyhogy kövessetek, lájkoljatok, és akkor nem fogtok lemaradni a későbbi tartalmakról sem. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a videót, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!